Na, közben itt vagyunk újra, legalábbis egy gyorsan még megjöttem. Lényeg az, hogy ha látjátok is, és aki még látta, hogy jön egy-két kérdés, mi mindig BO3-nál járunk, ami azt jelenti, hogy kettő darab nyertes meccsen nyer valamelyik csapat. Ugye látjuk, szemtanúi voltunk annak, hogy egy-egy az állás a Defection Motigi még egy csapat javára, illetve a Bug csapat javára is egy-egy meccset sikerült megnyerni, ami azt jelenti, hogy mind a két csapatnak ugyanannyi kell ahhoz, hogy kiussanak, hogy jövő hétvégén megrendezendő Mondokonon egy nagy színpadon nyertesekkel döntött ugye a nézőközönség előtt. Reménykedünk benne, én szerintem lesz online kereteken belül stream is, de aki teheti, az mindenképp nézzen ki majd az offline produkcióra. Re, Arvi, hogyha itt vagy. Én is itt vagyok, igen. Ugye a bannok egyetlen egy elemmel változtak. Kha'Zix került ezek után ugye a tiltottak listájára, és ennek következtében Marine azonnal el is hozza azt a Lee szint, aminek így különösebb ellenfele a kezdeti fázisában a játéknak nem nagyon van. A Bluezor nem igazán tud mit választani, most mind a két karakterétől megfosztották, amivel ma eddig láttuk, és így végül is Elise mellett fog dönteni, Dugónál pedig már ott van egy Janna, ugye még lövész nélkül, mint támogató játékos. Lee szintre reagálva ez önmagában még jó lehet, de ugye megint felveti a lehetőségét annak, hogy megpróbáljanak ugye a Death Faction-os játékosok egy ilyen poke kompozícióval körbeépítkezni Janna ellen. Megint benn van még akár Xerath is, de ugye Syndra-t nem lehet elhozni, hiszen az most megint banolva van Orianna mellett. Így van, ugye közben ugye a Lucian az most látható, hogy Teal kezébe vándorol, ezzel mindenképpen el kell fogadnia. Majd vele szemben, ugye Mátyásnak ugye Lucian-nel kell megint szembenéznie. A lehetőség az, hogy Vayne-t hozhassa majd az adott. Az, hogy Dazzle-t számít arra a Janna-ra, ez most már fix, és hogy Sarexi most mit hoz, egy kérdés volt. Thresh, ami Sarexi kezébe vándorol. Ez nekem egy óriási kérdés, még én Sarexit még nem láttam soha az életben Thresh-sel játszani, de igen, de ma a legutolsó meccsen mi ennek is szemtanúi lehetünk. És ott a Vayne, amit tippeltem. Vayne helyére érkezik ugye Kha'Zix, és hogyha Medvetarkú megint elhozza azt a Fizzt, akkor érzésem szerint ezúttal nem Karthus lesz az ő ellenfele, mert nem igazán tudott vele domborítani ugye Nitrix középen. Medvetarkú nagyon szépen oldotta meg farmolásnak is, illetve a gyilkosságok megszerzésének a feladatát oldalsó ösvényeken is. Annak ellenére, hogy Karthuszt is tudta nem egyszer büntetni. Janna mellé, hogyha megint érkezik egy Vayne, akkor én ugyanazt mondanám, hogy a Thresh Lucian-nel szemben Vayne-éknek megint hátrányban kéne játszani a karakterekből adódó a Lucian-éknél, hogy kéne lennie az előnynek. De én ilyen kijelentést nem teszek a mai látottak alapján. Nem, abszolút semmit. Nem tudom, hogy rájött, hogy is mondjam, észrevetted, de minden hamarabb próbálom visszaadni a labdát mindig. Uh-huh. Nagyon fáradt vagyok. Az a baj, én nem próbálom visszaadni a labdát, hanem így nem igazán tudok más csinálni, mert néha akkora ásítás kap el, hogy most vagy beleásítok a mikrofonba, vagy meg így elhallgatok, és érkezik egy Lulu. A mai nap folyamán egyszer láttunk eddig Lulut, Irelia-ra érkező, most viszont a Lulu úgy jön, ugye Marinnak a kezei közé, hogy nem tudjuk még Neston mit választ. Van Nestonnak megint lehetősége Marin ellen valami kicsit kellemetlenebb karaktert odavinni. A Yorick most érzésem szerint nem játszik. Ugye Lulu ellen ő kiszolgáltatott helyzetben lenne teljesen, és nem biztos, hogy megéri. Csak azért az ultiért. Elvállalni ezt a szenvedést kint az ösvényen. És Ahri lesz ugye az ellenfele majd Medvetarkónak, az Fizzének. A Yorick önmagában Lulu ellen ugyan nem, de a csapatharcok során azért megállhatja a helyét, hogyha Vayne-t vagy Fizzt sikerül újraéleszteni, akkor az már bőven többet érhet, mint ugye Lulunak a bónusz mennyiségű életereje adott esetben Ahrira vagy Lucianre. Hát kíváncsian várom, hogy ezzel mit alkotnak. A Vayne Janna páros, nem tudom, hogy mennyire. Én sokat ezt a kettőt együtt ritkán, de külön-külön is ritkán álltam őket, hát még együtt bakker tétmeccseken, ugye magyar viszonylatban.
Kíváncsi ezek rá, de az, hogy ment, ugye az előbb akkor a feeder kapott, mint a húzat, hogy rájött arra, hogy de jó feeder, fizzel játszani, de ugye itt van a kapás, az a bizonyos skinzor ári, ami nem egyszer, nem kétszer, hanem mocskos sokszor büntetett már embereket kint a közéső ösvényen. Én nem akarok hazudni, és nem akarok nagyobb mondani, de az egyik legjobb magyar ári játékosról lehetne beszélgetni ugye skinzor áriát. Agresszíven is játszik, gyönyörűek a csármai, mindenképpen lehet rá építeni, és én azt hiszem, hogy Tarkunak fel kell kötni a gatyaszát, mert mint élőben, mint online is nem egyszer láttam már, és láttuk már sokan skinzor tehetségét, ugye Arival a középső ösvényen. Midrox is még, aki kiemelkedően jól játszik Arival, csak ugye nála is azért vannak hibák. Nem vetekednének igazából egymásra, melyikük a jobb, de mindenképpen egy egész erős kezdésű ösvény válogatott van most itt igazából egymással szemben. Én kíváncsian várom, hogy Ári hogy fog-e szétpüfölni Fizz, vagy pedig hogy Tark, hogy fogja majd Tarkon ütni Skinzort. Hát, this is a very good question. Másik ösvény, amire nagyon-nagyon kíváncsi leszek, az tényleg ez az alsó ösvény, mert hát rácáfoltak már a megérzéseimre a mai nap folyamán dugóig, nem is egyszer. Jannával is nagyon-nagyon magabiztosan játszott Gyime, nem csak ugye a levegőbe lökésekkel, de a Monsunnal is nagyon szépen operált, megfelelő pillanatokban tudta eldökni az ellenfeleket. Jarvant is nem egyszer sikerült ugye a kataklizma közben eldökni, és ezzel nem csak, hogy túlélte Janna az egész támadást, de Jarvant is olyan helyzetbe lökte, ahol Dugó már játszik könnyedséggel, be tudta őt fejezni. És igazából Bluezornak leszek nagyon kíváncsi az elészére, mert hogyha ő tudja követni Vikernek a mozgását, akkor meg fogja tudni fogni azt a Lee Sin-t. Ha ez nem jön össze, akkor Viker most megszaladhat. Most adva van a lehetőség egy gyorsabb, egy megfelelőbben genkelni tudó jungle-ös van az ő kezében, akár 2-3-as szinten is mehet, ugye. A felső ösvényen nem igazán van gyilkossági helyzetre kialakítási lehetőség, középen viszont annál inkább, és most büntethető a Fizz sokkal jobban, mint az előző meccsen. Egy perc múlva töltünk be játékba, és egy perc múlva kiderül az, hogy hogy akar felállni bármelyik csapat is, ki akar-e invédelni Alice jungle-t még mondogon keretein belül. Mai nap folyamán Bruzortól nem látunk Kha'Zix-ot, Lee Sin-t már igen, Alice-t még nem, a döntőben sem, és igazán az a bizonyos Marinulu is kijön, ami megint csak ahogy emlegettük már erős, neki elég erős pikkje az a Lulu bent a felső ösvényen, és ugye Neston pedig, látod, lehet, hogy jó tippeltem, bakker, az a Malphite egyszer lett kihozva, és azért, mert Tarko azt mondta, hogy figyelj, hozom, hogy azt mondod, akkor hozd már ezt a Malphite, de hát nem tudok feljátszani, nem baj, hozd, jó kombó lesz. Valami ilyesmi beszélgetés zajhatott le a kettőjük között, ugye, hogy akkor most mi érkezzen és miért Malphite konkrétan, hogy a szó mellé nem is volt túlságosan otthonos, de azért a Jorikkal eléggé elcsászta Marin, de azért ezt halljuk be. Ez tény és való, de ehhez hozzátartozik azért, hogy a Rumble az semmiképpen nem megfelelő ellenfele, én úgy gondolom Yoriknak a lénen. Ugye volt lehetősége Yoriknak választania Marin ellenfeleként, és most megint ugye a felső ösvényt hagyta meg utoljára a Bugnak a csapata. Nagyon magabiztosan játszott egyébként Yorikkal Neston, az ahogy túlélte a Karthus ultit még egy utolsó, nem is tudom, hogy melyik lidérc az, amelyik az életet tölti neki vissza magyarul. De szép megmozdulás volt, tény és való. Hát, yes. Azt hiszem éhínség. Éhínséggel tölti talán vissza. Most gyorsan meg is lesem. Éhezés, elnézést. Amúgy szerintem még nem is olyan volt annyira, hogy egy magyar kupa ennyire ilyen sok helyben nyúl az éjszakában, de amúgy az a poén, hogy tényleg vége felé vannak ilyen iszonyat jó meccsek, ugye, ahol végül is sikerül ugye egymással szemben megfelelő erősségű csapattal találkozni, és azért ritka
hogy a BO3, a BO5 összes pecsét kihasználja két magyar csapat egymásra szemben, meg nem is mindenütt van rá igazából keret, meg lehetőség, tehát nagyon sokszor vagyunk annak hívei, hogy a viszont, hogy a BO1 azt jó van. Nem, szóval a BO3 nagyon sok a dob, csak ugye mi azt, hogy mi fáradtak vagyunk, az egy dolog, de hát a 10 játékos az szerintem már teljesen ki van a kékbe a mai napra. És ugye azért erre egy jó napos rákészülés megint csak jól lehet pluszban, de hát meglátjuk, hogy mit hoz most így a jövő nekik. Ugye Lulu-nek, illetve Karthusznak is ugye az előző meccsen a hibáihoz teljesen hozzájárul az a fáradtság. Invéd van! Az első invéd a mai nap folyamán is Tarkó mellé húz közben Sadek C. Hát ez a buborékos, ez az izé hozé, az nem tudom hova ment közben Skinzortól, de hát nem oda. Ahova kéne, ettől függetlenül ugye az Invidre megpróbálkozott a Defection Multigaming csapata, ami ez a valahogy öröm, bódottság. Legalább egy volt ma. Veszteni valójuk ugye komolyabban nem volt, hiszen CC-vel csak és kizárólag Elise rendelkezik, így egyes szinten jó formán, és Elise-nek ugye a dzsungel sebessége az elég tetemesen lelassulna, hogyha az a kezdené meg a pályafutását, úgyhogy nem volt igazából félnivalója a Defectionnek, megpróbálkoztak, nem jött össze. Egyébként nem sokon múlt, hogyha egy másodperccel később lépnek ki a bokorból, akkor Fizz már elég közel lett volna, hogy villannia kelljen. Igen. Ez így is való. És akkor elkezdődik az a bizonyos legutolsó meccs, így a második percben mindenki szépen kiért a saját ösvényére. Ugye még amíg Viker a kékén kezd, addig látható, hogy lesz a Bluzor a pirosán, és ő a tervei meglehettek arra, hogy beugrik majd, hop, kapás egy jó húzás, level 1-es dugóra. A tervei meglehettek volna arra, hogy ugye átvegy majd az ellenfél kékéhez, de ugye láthattuk azt, hogy Jörik nagyon szép őrszemet kihelyezve, valamennyire vision szeret arra, hogy a Lee Sin, na, vajon ő hol kezdhet, és mi marad meg a jungleből, és mi nem. Ennek köszönhetően igazából túl nagy félnivalója Vikernek sincsen. Kíváncsian várom, hogy tényleg mikor érkeznek majd az első genkek itt a középső ösvényre. A felső ösvényre nagyon nincsen lehetősége menni egyik játékosnak sem, ugye látjuk, hogy Neston ugyan a kristályflaska stackjeit még nem használta el, de már most nagyon-nagyon kevés manám van. Ennek ellenére már levitte ugye Lulut fél HP alá, de Lulunak is van lehetősége azért még a két életerő itallal egy kicsit fabrikálni a hátrányán. És Medve Tarkó az, aki a leginkább meg van szorongatva most. Ári alaptámadásokkal is folyamatosan böködi őt, nem csak a képességeivel talál szépen. És már csak egy darab kristályflaska stackje van Fiznek, aztán előbb-utóbb el kell kezdeni inni az életerő italokat. Mondjuk ez a dugó is azért elég nagy bajban van azért, tehát nem csak Tarkóval megszorongatva a dugó, és egy jó ideje már a torony alatt kényszerül farmolgatni, és egy level 1-es, és a kapott a jókora büntetés a saját tornya alatt, miközben ugye Trickster nagyon szépen kerüli ki Tarkó Ári kuját, és egyébként látjuk azt, hogy dugó még csak most próbál valahogy beporszívódni bár miniont ugye a torony alatt. A 3-12 középen, 25-15 pedig az alsó esélyen közben Marin teleporttal minionra érkezik ki a lane-re. Ezzel talán vagy próbál fordulni majd kellő manával úgy, hogy Nestorra rátolja a majd a lane-t, de nem tudom mi volt a terv. Mindig nem értem annyira, hogy miért annyira fontos ilyenkor, még megfelelő minden wave is érkezett, hogy minionra menjen ki ez a bizonyos teleport. Lehet, hogy a hely megvédése miért, közben Búzó, hogy elkezdve Kükü pedig találhat Árlira, Árlira az első fókusz, igen pedig jókor, jó helyen kiment igazából az égetése. Ez azért egy elég bátor húzás volt egyébként Medve Tarkútól, ha megnézted, akkor körülbelül 3 mana híja volt, hogy ne tudja a Trickstert elhasználni és villannia kelljen. Járinak a villanása azonban kiment Medve Tarkó égetéséért, cserébe nagyon szépen érkezett mind a két dzsungeles, de ott volt időben Bluezor. Le tudja követni Lee Sin-nek a mozgását, akkor továbbra is meg fogja tudni ezeket akadályozni, ez pedig egy gyönyörű kombináció volt most dugótól.
A pajzsal felruházott Vayne az jóval többet sebez, érkezik Blue Sword most fentre, abból megint nem lesz semmi. Viker, aki érkezett fentre, de igen, értjük, látjuk, ugye most Lissine Viker játszik, kedves drága barátom Arvill. Igen. Egy fene, az is fak meg kopasz. Tényleg az viszont, hogy Minionra miért érkezhetett a Lulu, nekem annyi tippem lenne még, hogy éppen három darab közelharci Minion készült elhalálozni, és ugye, hogyha toronyra érkezett volna Marine, akkor nem tudta volna megszerezni ezeknek a Minionoknak a tapasztalati pontját, így elképzelhető, hogy megérhette. Annyira korán kellett egyébként elhasználnia a teleportját, hogy adott esetben még így meg is érhette, hiszen következő sárkányig valószínűleg nem kerül sor majd egy újabb teleportra. Az a kérdés, hogy Neston azzal jön neki. Nagyon szép húzás volt Sarexitől, ez Dugónak a fél életrejébe fájt mindenképpen. De ki jelent, hogy életre itala nincsen. Mellette levő Dezolt is csak ugye sütizgetni tud néha-néha. Most már. Ez nagyon szép húzás. Megint csak kijön a passzilus, de nem talált éppenség ez a bizonyos W, ugye? Az az. Igen, az a hívők tüze. Mai napi utálom azt a lúsent. Nem? Igen, egyébként most, hát megkönnyebbülésemre, nem mintha bármelyik csapat felé húzna a szívem, tehát nem szurkolás szempontjából, de végre azért a papírforma az kicsit kezd érvényesülni, ugye a Vayne és Janna párosa, illetve Fizz is meg, oly de jó a rántás! Jó a rántás megint ugye most Dugónak, hogy úgy utása ezzel ki is ment így. De szarász egy jókora sebzés meg ez. Ja, három darab toronylövésre is sikerült őt a torony alatt tartani. Ebből majdnem fordulhatott volna a Vayne, csak Lucian annyival jobban áll, és az ő gyógyítása, azt ne felejtsük el, hogy még elérhető. Tehát villannia kellett volna kifele, Thresh felé Vaynenek, hogy ebből gyilkosság lehessen, akkor pedig Lucian egyszerűen gyógyít egyet, és valószínűleg befejezhették volna Dugót. Nem véletlen, hogy nem mászkálnak ki ők se a torony alól. De visszatérve ugye Fizz, illetve a Vayne Janna párosa egyelőre meg van szorongatva, úgymond papírforma szerint. 66-35, 30 Minionnal a 8. percben közben vezet Teal Dugóval szemben az alsó ösvény, és ugye igazából még az elején medvére mondtuk, hogy mennyire szorongata van, de igazából ez már csak szinte Dugóra mutható, mert ő aztán orbitális mennyiség le van maradva. És hogyha most kicsikét nagy vonalban próbáljuk nézni, mind a három lényen vezet a Defection Multigame csapat a farmban, az a kérdés, hogy ki mennyivel? Hát most előhozták igazából a nagy ágyukat, ugye, ahogy te is mondtad, ugye Marinnak a Luluja volt az, ami eléggé elterjedt most az utóbbi időben, ami rendszeresen használja, közben jön Elise az alsó ösvényre. Most kérdés, milyen fog kezdeni, jön mögötte Viker, és igazából azonnal lát, hogy baj van, húzás éppenségem mellé szarexítő, de a gondolat mindenki, hogy gyönyörű szép lett volna. Villanásra, viszont villanással kellett reagálnia ugye Bluezornak is. Vegexi azonban most fenyegethető helyzetbe kerül. A Dugó pedig hiába bukfencezik, nem sikerül megint csak kitérni Lucian-nek a lövése elől. Előbb-utóbb el fog fogyni az életereje. Nincsen már életerő ital se, Vegexi pedig hát közel harcban megrángatta azt a Minion-t. Arra számított érzésem szerint, hogy ott Regidémon le tudja azt még lőni, mielőtt elhasználná a rántást. Közben megy a gyomlálás, ugye nagyon gyorsan takarítani a minionokat, mert pucolni kell, jön ugyanis Fizz és Elise is. Fizznek pedig ugye, ha van ulti, a Svegexinek nincs teleportja, vagy mit flash-e. Igen, az azonnal igazából ezt ki is használják. Az első gyilkosság pedig így mindenki a Bruiser kezébe kerül. Hát, és ebből sárkány ebből is lesz. Sárkány is lehet, így van, és ezzel igazából visszajön a játékba. A pontosabban azt a bizonyos lemaradás visszadolgozza szépen a Bug csapata. Nagyon sikerült felhámozni két esvényen is. Vikernek meg kell próbálnia érzésem szerint itt lopnia egyet. Ki van húzva a sárkány, tehát ha ő bemegy, ki nem jön. Hát igen. Csak vássál. Hoppá! Talkúszat jön, égezés, az kimegy. Jó a kick, viszont... Így el fog jönni szépen Viker. Így igen. Tehát... Erre nem számítottam, megmondom őszintén, hogy ennyire agresszíven bemegy még így is, hiszen villanását felhasználva. Az a Fizzen kívül az Elise is mehetett volna utána. Én arra számítottam, hogy el fogják tudni vinni Lissint. Ettől függetlenül ugye Viker túléli, sárkány nem sikerült azonban ellopni.
Okay, nincs meg, de ez majdnem hogy a legkisebb probléma jelen pillanatban, ami Vikernek van a számlája. Ez a Megged Skinzor a csárom az elég hamar jött is mellé, de az a bizonyos damage az kijön, és Skinzor elkezd rómolni, már a fizis lement az alsó ösvényre, ő pedig igazából célba vette a felső ösvény. A teleport van, tehát 15 másodpercre már jönni is, hogy kifelé ezt van, az a késő, hogy a torony mennyire fog addig kicsikét meg piszkálva lenni. Ha jól látom, semennyire, ugye Lulu csak és kizárólag a minionokat takarítgatja a torony alatt, és eközben kiegészült egy jó adag mágikus ellenállással Neston. Ott van rajta a kísértett kámzsa, ennek köszönhetően ő egyrészt jóval kevesebb mágikus sebzést fog elszenvedni, másrészt pedig, hogyha ilyen kis jóformán Garen ultia, bocsánat, Garen passzívja lesz, ugye, hogyha nem kap egy ideig sebzést, akkor elég masszív életerő regenerációra tud majd szert tenni. És egy ideje stackelgeti már az istennő könycsepjét is, lassan a 200. stackjét is el fogja érni. Lulu ezzel szemben pedig, ha jól látom, akkor megint kapásból a Borellon, amikor fogja rakni, hiszen minden egyes alkalommal, amikor eltalálja majd 50% életerő alatt Nelson, akkor az megint életerő. Csak jön közel a felső ösvényre, ezt lehet bajban, a csárat, és mindenképpen kicsit lassabban kell itolni, nem szabad kapkodni, és a pusztító tűzésével közel a készen van Skinzor, a Megan Vicker is pluszban. Ha kell, akkor három jön, amikor arra Nestor csak halljon meg, mondta a Defection Multigaming csapata, és ezzel igazából 1400 goldra növelték az előnyüket buggal szemben, sőt, még torony döntés is lehet igazából ebben, mert Tillék azért egy jó kereshez, és már ki... Új, Jézusom, de ez volt mit kap a húzás, pedig nagyon szép, jön rá a Genoldinak, ki kellett menni, a dugó pedig jönne, de nem tudom, hogy igazából pontosan hova a Szenexián teljes mértékben Till előtt. Egy pillanatig nem tudtam volna megmondani, hogy kik állnak jobban. Én azt hittem, hogy Janna meg is fog halni, amikor ugye Szenexiának feldökés közben találta rántása. De Dugó annyira magabiztosan mozgott befele, közben Lucian felé, hogy ő egyszerűen nem maradhatott a közelben. És így a Monsuna szépen ugye végigment, feltöltötte fél életerejét Jimmynek, és érkezik megint a négy fős vonat. Végezik a négyfés vonat. Na, akkor jöttünk gyerekek porszívózni. Fizzul, de telibe, rá Tillre, Till meghal, Szareszi bajban. Tarkon kirikálja, hogy villanjon, 4v2-ben befejezi ezt igazából Dugó. Dugó kicsit vissza a játékba, és 300 aranyjal átveszi közvetést a bug játékosai, miközben jönne Skinzor, akinek jelen pillanatban ugye ultia az van. Tehát, azért ez majdnem elkötött a Tarkot. Majdnem, de Tarkó nem feltétlen lett volna ugye a megfelelő célpont. Ő azonnal, hogyha... De érzésem szerint Tarkó azért el tudott volna trickszerezni előle, hogyha úgy érzi, hogy eltalálja őt a csábítás. Ott lett volna ugye Lee Sin is a közelben. Kicsit érdekesnek is tartottam, hogy Ari nem indult meg az ultiával. De ettől függetlenül talán ez volt a jó döntés. A sárkány még több mint 2 percig ugye nem érhető el. Neston pedig végre most egy kicsit formulázhat tovább. Ugye le van maradva egy bő 20-assal. Elkészült a Morellon, amikor eközben Lulun, tehát neki már különösebb mana problémája nem lesz. Az a kérdés, hogy mikor érkezik Nestonra majd megint egy ilyen kis megállító csomag. Ővele valamit kezdeni kell, az előző meccsen nagyon magabiztosan és szépen játszott. Ja, most már 0-2-ben van, és 9-3 minőn rendelkezik, ugye, de ne felejtsük, hogy ő milyen szerepet tölt be a meccsen, és milyen szerepet fog betölteni majd Marin. 2-3 az állás, dölt. 2 darab torony is, egyiket a felső ösvényen, a másik pedig, ha jól látom, akkor a középső ösvényen, nem, az alsó ösvényen döntöttek be, így 3-1 defection javára a torony szempontjából, viszont egy gyönyörű szép őrszemen tázigálnak Skinzorék, jön hátul viszont a Marin is még pluszban, 3v2, majd 3v3 alakult ki. A Smite-tal elvitte? Pirosat sikerült ugye lesújtani a Elise-nek. Tehát amikor kihúzták, akkor a lopás az nem sikerült Vikeréknek. Így különösebb tapasztalati pont hátrányba Elise továbbra sem kerül, nagyon szépen tartja a lépést egyébként Lee Sin-nál. És már kész van a félhold csapás is Fizzen. Meghalni egyelőre bug oldalról csak ugye net. Rántás most nem jó, viszont szépen lassan dőlnek a tornyok. És előbb-utóbb a Defectionnek erre valahogy reagálnia kell. Fúj, az elég már csúnya sebzés. Előbb-utóbb a bugnak ugye erre reagálnia kell, mert szépen lassan elfogynak a tornyok alóluk, hiába állnak relatíve jól. Viszont megint csak ezzel a kiebb helyezkednek már a törött, megint csak lehet ütni igazából.
Marin, aki teleportál, bármikor csatlakozhat, Nestor pedig most át tudod fel majd becsomolni a közös ösvényre. Igazából az ő érkezésére kéne valami initiative produkálni a bugnak, vagy különben igazából egy kintevő fight lesz majd 5v5-ben, hogyha megjön Marin is később, de igazából ez egyetemben az alsó ösvényen teljesen nyugodtan tolja tovább a lényt. És tolhatja is elég rendesen, ugyanis a Morellon, amikor mellé még van egy pusztító pálcája is, ami azt jelenti, hogy megfelelő mennyiségű varázsereje is van, viszont le van válva a többiektől, és hogyha őt most meg lehet csípni... Aj, de szép az a villanás és az ulti! De totálisan telibe lepte konkrétan az egész bug csapatát, nem hitték volna, hogy Marin ezt be fogja vállalni. Nem volt igazából más lehetősége, nem. És a probléma az, hogy most nincsen Lulu ulti, és különösebben... Nem is értek el ezzel semmit, csak Marin még él. De önmagában lehetett volna bármilyen más módon menekülnie, vagy futkarászni a másiknál flash-en, de ez a beleflash-ek öt emberbe, viszont szép skinzorta, azon ebből is elég az Elis, Jana ulti pedig még megy, már nem, Nestor rúgja arré, Vicker, a Q az mellé, skinzor pedig még menne, villan utána végül, elég is lesz, és skinzor 2-0-2-ben, kettős emberölőnyből, a serken ugye él, kék az van, bármit hozhat a deflection multik mi csapata. Lulug egészül ki, ugye a kék buffalő azonnal ezt meg is köszöni, és majd a teleporttal valószínűleg tér vissza a felső ösvényre, hogy a minionokat megállítsa. Elképzelhető, hogy még a kezdőre is visszamehet előtte, 1200 aranya van. De azok a minionok már nagyon a torony környékén vannak. Elég jelentős mennyiségű tapasztalati pontot jelentene Lulugnak. Na jól látom, bevállalja, hogy nem a teleportot használja el, hiába nincsen sárkány, hiába nincsen most különösebb toronydöntési lehetőség. Az egyetlen magyarázat erre az az lehet, hogy miután minionokat ugye elviszi itt Marin a felső ösvényen, ő igenis itt fog maradni, és megpróbálkozik egy kis oldalső ösvénye split pusholással, megpróbálja Nestornak a figyelmét amennyire csak lehet ide fentre vonzani, hiszen egy az egy ellen már megállja a helyét Marin. Igen, miközben ezt érkezik föl a felsősvényre, ugye Marina szórakozni. Marinak van egy jelenpia, mert nincsen, de kék buff, piros buff, minden van rajta, ami szép és jó, mert megy a vum-vum. Tehát ez függíti Nestornak, hogy a torni már nincsen, tehát csak Pike tudja azt a bizonyos hadsereget, ami érkezik. Mint kék minion brigád. De Dugó és Dezolt próbálnak az alsősvényen betörni. Egyelőre egy tornyuk van jelen pillanatban, globál gólot jelenti számokra valamennyit, a másik mindenkivel van szükség, ez is hozzá Dugóig, most egy kicsikével csak egyen vannak lemaradva, de mindenki le van maradva, és vele szemben, hogy ami két játékos az alsó ösvénye, még Marinnek nagyon agresszív teleport is jön még ki, az a torony kell, akár még egy, mi csak most be kell Neston is teleportál, be kell két alsó ösvény játékos is. Neston közben kinyomta, jól látom? Igen, megállította a saját teleportját, mert nem ért oda még időben a társaságnak a többi része, és Svegexinek pedig érkezett már a rántása. Ebbe valószínűleg bele is halt volna még, akár az ultija előtt is ugye Neston, hiszen a rántásra kapásból jöhetett volna a csábítás és Lulunak a polimorfja. Medve Tarkó bemegy egy kicsit. Búzolt húzzá be hátul, szerencsétlen. Tarkod a célpont, búzol még éppességgel kijön. A Q az tanálkodni a Janára a Lee Sin-től. A csár pedig nagyon szép lett volna, de nincs meg. Dugó semmi HP-val, szerintem 2-3 max, ami van neki konkrétan. Célpontot viszont sikerült elvinni, nem csak az inhibitor torony, de az inhibitor is megvan, és Medve Tarkóra még nagyon szép a lassítás is. Ebből el fog tudni jönni a Death Faction csapata veszteségek nélkül, valakinek az alsó ösvényre viszont mennie kell, mert Dugóék előbbi akciójának mielőtt visszatérhettek a kezdőre, ott van a következménye. Ez a Tarkon megint csak egy lassítás még visszakézből Marintól, meg köszönhetően azért bármennyire is nagy lendület, hogy jött volna ki, de igazából nincs kire és nem tud kire. Hát igazából most azt a barambit kipucolj... Lassorozik-e a bug? Nem. De! Lassorozni fog a bug. Azt nem szabad. Azt így nem szabad, mert ebből bele is vannak rokkanni. Próbálnak ugye csapdát állítani, igazából Vayne-nek a sebzése letaszított király kardjával és egy serénnyel. Nézd már meg azt a sunyi varrot a baronnál. Én csak azt a sunyi varrot? Azt a baronnál? Látom. Nem is látták ugye. Még a rúzsaszínnek köszönhetően sem, illetve a mindent látó őrszemnek köszönhetően sem a bug játékosai. De Vayne-nek már van bőven akkora támadási sebessége, hogy Yorick
tudjon neki annyit tankolni, hogy befejezhessék a nasort. Tény, hogy nem a leggyorsabb művelet lenne, de a sebzés az már ott van. Szellemarc is elkészült, ha jól látom, akkor Jorikon. Jóval nagyobb regenerálódást fog ez neki biztosítani, és még egy kis mágikus ellenállást is. Lucian-nek elkészült a határtalan pengéje, és készül a statikus töltőpengéje is. Ami viszont hatalmas probléma ugye bug oldalról, hogy hiányzik a középső inhibitor. Erre a játéknak így a 20. perce környékén még legalább két embert kell áldozni. Nem igazán tudja egy ember megállítani időhatékonyan ezeket a szuperminionokat, és így megint egy torony fog dőlni. Ezt a pedig mindenképp be kell hazadni a mana nélkül. Bruza pedig kijön, megjött a dogó és egy pozis tarkó is szintén. Pír ideterő körül már lassan az a fenti torony is. Már a hatodik turn lenne a defesi multigaming csapatának a javára. Mindenképp egy masszív global gold előnyt jelent. Hát, egy ward megvan. Alsó esélyen megint jön egy adag minion, de az akkora gondot nem okoz, főleg úgy, hogy igazából a közös esélyen be van teljes mértékben törve. Még éppenséget torony van, skinzoron egy kisebb fajta fókusz, lantern is volt, de... Ez sűrűnek is teljesen megfelelt. Akkor most tankolt Teal, azt mondja. Jó volt nekem. A külső tornyokat nem nagyon van már lehetősége megvédeni a bug csapatának, ez teljesen egyértelmű. Vagy föltesztek mindent egy kártyára és megpróbálják a megfelelő célpontot Tarkónak az ultiával eltalálni, vagy nincsen lehetőség megfelelő sebzést valamelyik carry-re ki. Ki volt a lassításig Marintól. Így megint dugó a fókusz ugye Skinzornak. És megint még éldugó, még az Ari ulti épessége volt egy stack, azt egy is nyomta a jelen pillanatban. Azonnal hátra is kell menni, viszont Ari ulti nélkül ugye nagyon sebezhető fiznek. Semmiképpen nem szabad, hogy ezt kihasználja adott esetben a bug, de megint meg kell fogni középen a minionokat, és ez megint egy kis toronysebzési lehetőséget biztosít. De jó a húzás buzzerre megint csak. Bruzor igazából ezen a meccsen nagyon... Ajja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 jj
láttam pedig mindenki üldözi Vickert, rúgult, hogy kiment Vickerre közben, Skinzon viszont meghalt. De próbál folytani jelen pillanatban a Bug csapat, de ugye Minionok középen nagyon brutálisan jönnek. Darkonnak jó volt az ultia, de ez nem elég még. Inhibitor az ráadásul újraélett, és ezt most meg is fogják tudni védeni. A fő probléma az az volt, hogy Árinak így, hogy nem volt ultia, azonnal hátra kellett volna lépni és nem szórakozni tovább. Adott esetben akár még a Nashorra is el lehetett volna lépni, hiszen még voltak Super Minionok a közelben. Így viszont, hogy Tarkónak sikerült a megfelelő célpontot leultiznia, ugyan idéző képességekből nagyon sokat el kellett most ez alatt a csata alatt használni, de megvannak azok a kulcsfontosságú célpontok, akik nélkül így a 23. percben hiába nagy az előny, de nem tud fightolni a Death Faction. Viszont Hill megkapja a saját fülös ezért le is szeri saját magának 160 és 139 közéső az alsó esményenek két lövésznek a fal még jelen pillanatban körülbelül forna feed van rajta, ugye dugónak ugye van egy kis lemaradása a minimumban, de van helyette gyilkossága, de a Death Faction lép a sátányra. Ugye inhibitorja van, és most a bugnak. Az alsó esélyen orbitális tornaszámi minion érkezik, és erre kapásba válaszol 5 fővel Death Faction Multigaming csapata. A bugosok megint későn fognak odaérni, a tornyot pedig így megint csak fél HP környékén találják majd. Igen, pedig találkozom Marinra, de annyira nagy follow-up még arra nem érkezhetett. Nem hogy fél HP, hanem lassan 1/4 HP alatt van az a bizonyos torony. A szápa az mellé, Marin kerülné ki, jó még épességgel az ulti, meg a lantern is Marintól. Igazából kijött a Fizz ulti, de ezzel szemben kijött ugye Lucian, ismét Lulu ulti is. De még nem mentek haza? Az igen. Számított arra Tarko, hogy hát elér odáig a lantern, de azért nem. Minionok viszont nagyon gyorsan halnak. Ugye megint csak az a problémája a bugnak, hogy nincsen megfelelő wave clearjük. Ugye Tarkónak kéne elhasználnia a tricksterét, hogy ezeket a minionokat egyetlen egy képességgel gyorsan letakarítsák, de akkor minden egyes... Ajaj, minden egyes menekülési lehetőségtől megfosztódnának. Na Tarkó, tudsz-e menni? Nem.
Így viszont nem, sőt még Marin lassítás is bejön ugyanúgy dugóra, és a Fizz ulti még nincsen. Kell egy kis idő neki. De viszont Baronnal sorral rásolhatnak, hogyha az jár a fejükbe. Teleportja ugye van Marinnak továbbra is. Aj de szép a csábítás megint, csak nem megfelelő célpontra pont Neston beállt egy kicsit ugye Tarkó elé. Jó adag minion érkezik a felső ösvényen is. De erre a defectionesek tudnának reagálni adott esetben. Ja, most megindulnának megint mind az öt fővel középen. Akkor érzésem szerint a bagosok csak késleltetve érnének oda megint csak. De hát egyelőre látjuk, hogy Ari kiegészül a kék buffal és tér vissza a kezdőre, hiszen van egy újabb ezrese, amit elkölthet. Pusztító pálca lesz ebből, úgyis van, érkezik majd az üresség pálcája. És ha jól látom, Lucian is elköltötte azt a 2000-et, ami rendelkezésére állt, és így a határtalan penge mellé érkezik Jumu szellemkardja is. Így van, tehát 6000 golddal jelen pillanatban vezet a Defection Multigaming csapata. És ugye akárhogy is nézzük, a baronasor közül most már a táncolások, na szóval a baronasor körül a táncolások megkezdődhetnek újra és újra, és mindenképpen annál masszívabb, mint eddig valaha is. Egyetlen egy ward még ott van kijebb, de konkrétan a baronasra nem lát rá a bug, hogyha netalán egyszer is eltűnik a defection, és ahogy igazából időben érkezett el ugye bizonyos tornyokra, kapásra lehet érkezni a baronasra, és de az inhibitor betalása mindenképp az egy plusz, az egy nyugodalom, az egy békesség jelen lehet igazából számokra, mert egy dolog mindenképpen előny, hogyha az inhibitor be van döntve. Ó, jó a csánk az a Neston, az igen, az a Shredus mindenki a fáj Nestonnak, ő bemenni így annyira egyszerűen már nem fog, ebből inhibitor bukás lesz megint csak, és elmehet. És az alsó ösvényen megint itt rengeteg van. A minion, tehát lehet tovább menni és a siege-et folytatni. Neston még mindig töltődik hátul. Nem pedig most jön majd ki, na jó a csán Bluzorra, Bluzor megint igazából, sőt még fel sem tud most ugrani konkrétan, Marinnak köszönhetően, Neston közelben már kifele jön, már Vessel közben kifele ugyanúgy még, ájj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 áj
Mátyás és Tarkó még azért élnek rendesen elegendő HP-vel, elegendő életerővel, Fizzulti már nincsen. Mátyás is visszállít közben, másik mindent fogja bedölni. Elviszont már egy akkora előre tehet szert így az FSU multigame csapata, hogy egy nasorbosát bármikor nyugodalmasan el tudnak hozni, és azt a bizonyos érkező minimumét mindig is mindig le kell pusztolni a következő pár percben. Nestonon pedig már meglátszott sajnos most ebben a harcban, hogy fáradt ő is. Ugye Jannára érkezett a Yorick Kulti, nem feltétlenül a legmegfelelőbb célpont. Ott volt akkor még Medve Tarkó is, meg Dugó is a közelben, akik sokkal előnyösebbek lehettek volna ilyen szempontból. Kettő darab inhibitor hátrányból viszont kevesebb, mint 30 perc alatt nagyon nehéz lesz manőverezni a Bug csapatának. Most értelemszerűen meg is lehet indulni kapásból a nasor felé. Érkezik a bagosoktól ugye egy ping, de csak ketten vannak a közelben. Ugye Fizz viszi a kéket, Dugó és Janna pedig lent van az alsó ösvényen, a minionokkal foglalkoztak egy kicsit. Lacyn már megmutatta magát fent, és annak ellenére, hogy 30 perc alatt csak 10 gyilkosság volt összesen, láthatunk egy komolyabb arany előnyt, én pedig már figyelem is a csetet. Marin volt az, aki a játékot megállította. Egyelőre annyi infom van, hogy DC. Úgy is van, Marin az, aki DC-zik. Ő írta, vagy DC, ezt neki DC-zett, vagy mi? Nem, Marin állította meg a játékot, az az érdekes. Utána ő fagyott ki. Jött a routeresi. Elképzelhető. Van egy haverról, aki már lassan 3 éve. Be van egy routeres, állítva a routeren, és nem tudja, hogy kikapcsolni, és minden nap. Pontban nem tudom, melyik időben van, igen, beszéltem vele. Minden nap ugyanakkor kapcsolt ki neki a nete, és mindig mondta előre, hogy na, nem sokkal jövök, el fog menni a neten, disconnected.
nem inni, hogy Marinak ugye pont van mindig 1 óra 39 perckor menne a nete. Erre mínusz 1 óra 36-kor menne a nete, de még ez is elképzelhető. Viszont az biztos, hogy Marinra várok most jelen pillanatban. Ó, oh, meg is jött! Szia Marin! Let's do this! Vissza is jött ugye Marin. Chaten még egyelőre ennek nincsen nyoma. Most érkezik a ready kérdés. Amint erre választ kapunk, úgy is van, akkor megyünk is tovább. Így van. Tehát az állás ugyanaz. Két inhibitor hátrában szenved most a Bug csapata. Nestor mindenképpen flash-el és arrébb pontosan villan ki abból a bizonyos zónából, ahol bajban lehet, és nem mennek el Baron a sorra. Defensive Mutant Gun játékosai megvernek, igazából az ösvényeken érkező Super Minionokat, amiből mindenképpen érkeznek el védekezni a Bug csapatának. Ezzel ő ki indulata meg, meg a felső ösvényem. Hiába igazából a lehetőség arra, hogy jó fizz ultival akár büntetni is lehet. Igazából az a bizonyos lehetőség az egyszer van, annak vagy találni kell, vagy nem. A probléma az megint csak az lesz, hogy nagyon jól tudnak egy-egy ilyen tornyot tartani, annak ellenére, hogy a Wave Clear elég kevés, de két ösvényen érkeznek a Super Minionok, és abban a pillanatban, hogy valaki ellép a torony mellől, hogy ezzel kezdjen, valamit vége lesz. Dúzó kap megint egy jókora sebzést. Ujj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 
Yurikot is berántják, Yurik meghal, elviszont egy 5v4. A Super Minionok önmagában befejezik már a meccset hátul. Érkezik vissza a komplet back csapat. Jön rá még Marin. Guzol lehet bajban, Flash-el még odébb, jön rá igazából Tilt, be is fejezik, 2-0-ás csere. Tarkov pedig próbál még rohangálni a másik irányba. De figyelj, előbb-utóbb ő is meg fog halni, Marin pedig még kicsit fogocskázik vele. Gyarnaulti kiment. Sőt, még azért Tarkov megölte volna Marin. És nincsen Marin még a végére. De mestek vége. GG. És így a Defection Multi Gaming jut be a, hoppá, itt az egerem elindult, a mondok a nagy színpadi döntőjére, mint második szereplő, az első már az a feltragaszt csapat, amiben ugye játszik a Substake. Valami random néven jelentkeztek megint csak, de ugye kb. Hasonló csapat, mint amivel jelentkeztek az ICR-re, ugye Lego, Substipony, Mumus és... Igen. Egy jó kérdés, hogy kínálunk az ötödik, de ez is hirtelen... Ja igen, Tas! Szóval ők lesznek az ellenfele ennek a csapatnak is jövő héten, vasárnap ugye. Pontosabban már ezen a héten, most egy éjfél után vasárnap lesz a döntő 11-kor nagy színpont a Mondakon, ahol ugye egyre úgy néz ki, hogy sajnos arról nem lesz ott, de majd meglássuk, viszont mindenkinek mi kellemes éjszakát szeretnénk kívánni, mert rohadt fáradtak vagyunk. Így. 3-2-kor még 2x43 nézőnk volt, szóval vadállatok vagytok. Jó éjszakát mindenkinek! Jó éjszakát, sziasztok!